De jó reggelt, Márszej! Fél nyolc, mindjárt fel kell a napocska, és megint parkolunk be kikötőbe, ezúttal Márszej városa. Szóval ott van a város, és megint olyan furcsa, hogy itt van egy jóval kisebb hely, a Costa Fortuna, és be tud állni óral előre a város felé, ami azt jelenti, hogy ott szállnak ki, jól láthatóan, és csak annyit kell begyalogolni, ami egy olyan 5-6-800 méter. Nekem viszont el kell gyalogolnom a hajó legvégébe 300 méter, és ott szállnak ki át azon a terminálon keresztül, és ott fogok elgyalogolni, és mire odaérek, ahol a másik hajóból még csak kiszálltak, az nekem már egy jó kilométer gyalogolás. Szóval megint a legnagyobb hajót tették legmesszebbre, holott például jól láthatóan ott is van egy teljes dokk, vagy micsoda, ahova meg lehetne állni, mint ahogy ez a hajó is egy ugyanolyannál áll. Följöttem megint a legmagasabb hegyre, ez biztos valami bekattanás, de szeretek hegyet mászni, meg föntről nézni a tájat. Ott a város, az itt a régi kikötő, egyébként tök szép, és ott a fő utca, ott voltam, onnan jöttem föl, de arra még visszamegyek, és ott valahol a világ végén, nem is látom, ott vannak a hajók, igen, talán így jobb. Ott van sokas emberek, meg mérnök, ezt eldöntötték. Szerintem a hajós társaság rámegy a 20 eurós jegyre, hogy fizest ki. Hát persze nem belőlem, mert kicsit kigyalogoltam oda a kikötőhöz, és megvettem az egész napos helyi BKV bérletet 5 euróért. Úgyhogy a 2000 forintért simán körbenézem az egész várost. Ez nagyon zsír ez a hely, pedig csak úgy beugrottam. Szent Viktor Ebi. Nagyon zsír ez a hely. A kriptában vagyok, és eszembe jutott gyerekkoromból, hogy voltunk néha ilyen templompartin. Itt lehetne nagy bulit rendezni. Kiállítás régi Renault autókból. Ezt tetszik a legjobban. Nem az autó, hanem hogy így kell menni nyaralni. Ott egy tévé, egy csomó zsák, meg cuccok. Mindenhol ki van használva a hely. És elviszik a sütőt is, nehogy bármi meglepő érhessen. Marseille, Longchamp emlékmű. Óriás vízesés. Egy szép park, tóval. Onnan jöttem föntről, Notre Dame-ból. Nagyon szép.
Na hát akkor beparkolt mellénk ide a Costa Pacifica, oldalról kellett volna lefotóznom. Szóval az a helyzet, hogy 5 hónaposra tervezem az utam, kimegyek Dél-Amerikába, a Karib-szigeteket is körbe akarom járni, és onnan tervezek hazajönni március hónapban, és a Costa Pacificával, tehát ezzel a hajóval tervezek hazajönni, ami egy 23 napos út, vagy valami ilyesmi, és hát itt találkoztunk. Remélem, hogy ez is úgy lesz, mint az MSC Operával, amikor voltam, és megláttam az MSC World Európát, és láttam, hogy ezzel szeretnék majd jönni. Remélem, ez is egy olyan álom, ami hamarosan teljesül. Reggel 8 óra, és senki nincs a konditerembe. Szabóna, a nap is felkelt, és egy tök üres privát konditermem van. Mondjuk hiányozni is fog. És amikor leszelsz, akkor begyűjtöd a kofferedet. Kivéve én, aki egy darab hátizsákkal végutazza a világot. Úgy tűnik, Genovából kitiltották az autókat, meg a buszokat, meg mindenféle járművet. Itt már mindenki gyalogol. Nem értem, mi van. Értem. Konkrétan sehol egy autó. Simán lehet az út közepén járni, és az egyik nagy főutcájuk. Na hát arra már rájöttem, hogy valami tüntetés van. És azért van talán így lezárva. Sehol nem láttam rendőrt, vagy ilyesmit, tehát nem tűnt fel, hogy elterelés van. Akkor megjöttünk, ez a gyönyörű szép műemlék, elvileg Columbus Christophernek a háza. Vagy Christopher Colombo, vagy hogy van, nem? Hát egyelőre nem sok minden van nyitva ebből a házból, nagyon picike. Szóval, hogy innen meglépett és világot akart látni, azt azért megértem. Vagy lehet, hogy ez csak így megmaradt ez a házikó, de itt ilyen két darab üres szoba van kb. Húha, ez nagy csalódás volt. Ekkora az egész. Valami két kis szoba van benne, hát nem csoda, hogy innen meg akart lépni. Furcsa. Semmi berendezés, semmi, egy emlék, egy akármi róla, vagy nem tudom, valami kiállított makett, vagy bármi. Üres két szoba. 3 euró volt, ami nem sok, de nem érte meg.